Köszöntöm Önöket a hitéletben! Az irgalmasság évében vagyunk, Ferenc pápának köszönhetően kezd a hétköznapi életben is értelmet nyerni a tevékeny szeretet, ahogy Berecki Szilvia segítőnővér is nevezi az irgalmasságot. A nemrég megjelent kötet bemutatója alkalmat adott nekünk, hogy az irgalmasság sokszínű arcáról beszélgessünk, nem csak vele, a kötet szerkesztőivel, hanem egyházi és világi személyekkel is, akik nap mint nap megélik ezt a tevékeny szeretetet. A következő közel fél órában csak kis ízelítőt adhatunk a minket körülvevő tevékeny, kreatív szeretetről. A mi célunk sem a teljesség, sokkal inkább a sokszínűség, hitelesség bemutatása. Tartsanak velünk! Az irgalmasság testi cselekedetei. Az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a szegényeket ruházni, az utasoknak szállást adni, a betegeket és a börtönben levőket látogatni, a halottakat eltemetni. Az irgalmasság akkor működik, hogyha a gyakorlati életben működik, és hát ennek az arcait szedi csokorba, hogy így mondjam, ez a könyvecske. Úgy, ahogy a krisztológiában is van felülről induló krisztológia és alulról induló krisztológia, aki kicsit teológiában foglalkozott, annak ezek a fogalmak talán ismerősek. Hát az irgalmasságnak a kérdését nem felülről kezdi megközelíteni ez a kiadói vállalkozás, mondjuk így, vagy ez a kötet, hanem a megélt útjairól és a mai formáiból kiindulva. Felmutathatjuk azt, hogy hát nem valami ember feletti elvárásról vagy meghívásról van itt szó alapvetően, hanem arról, hogy az életnek az apróbb dolgaiban akár, vagy a hétköznapi helyzeteiben emberként, igazán emberként hogyan próbálunk eljárni, hogyan próbálnak eljárni azok, akik meghívást adtak ebben a kötetben, mert hogy én azt hiszem, hogy nem eretnekség az, amit állítok, és a Biblia első lapjai már ez ott van, hogyha az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette, akkor az igazi emberségben valahogyan a teremtőnek a vonásai is, vagy az Istennek az arcvonásai is felismerhetők. Hát a sok arcú irgalmasságnak gyűjteményét hoztuk el. Szőcs Csaba beszédében méltatta a kötet összeállítóját, szerkesztőjét, Berecki Szilvia segítőnővért, a Vasárnap Katolikus Hetilap felelős szerkesztőjét. Az irgalmasság évében vagyunk, és a kötetünk a sokarcú irgalmasságról szól. Berecki Szilvia nagyon emberközelien fogalmazza, illetve mutatja meg az irgalmasság sokszínű arcát. Az irgalmasságról nem értekezni akar, hanem elsősorban gyakorolni azt. Ebben egyházi személyek, külföldiek és hazaiak ugyanúgy segítségére vannak, mint üzletasszonyok, pszichológusok, vezetőbeosztásban levő emberek, kutatók vagy akár szociális munkások. A bemutatókon azok a szerzők is jelen vannak, akik az adott városban, illetve vidéken élnek. Így Marosvásárhelyen Bara László plébános, Ludeser László, a Caritas ágazati igazgatója, Nagy Sarolta, Juppi táborszervező és a Csok házas pár is jelen volt. Beszélgetni kimentünk a Deus Providebit ház udvarára, így napsütés és madárcsicsergés közepette mesélhetett Szilvia a könyv szerkesztésének célkitűzéseiről, a szerzőkről. Olyan emberek szólalnak meg, akár vallomás szerűen, akár interjúban, egy-kettő tanulmány formájában is, akik élik az irgalmasságot, azaz élik azt az odahajló szeretetet a szenvedő ember felé, amely átalakít. Átalakítja azt, akihez odahajolnak, de átalakítja ők magukat is.
És ebben nyilván van nagyon-nagyon sok érzés, és ugyanakkor van nagyon sok hűség pillanat is. Amikor az érzések elmúlnak, vagy az érzések nehezek, egy-egy fáradt napon, egy-egy nehéz órában, egy-egy emberileg reménytelennek tűnő helyzetben megnehezülnek az érzések, és akkor marad a hűség. A hűség, ami viszont táplálkozik abból a megtapasztalt szeretetből és irgalmasságból, amit azt hiszem, hogy minden interjú alanyom és minden szerzőnk megélt a Jóisten oldaláról, és megélt az embertársai oldaláról is. Nagyon tetszik nekem Ferenc pápának a Misericordia Vultusban az irgalmasság meghatározása. 4 szóval határozza meg, és ez gyönyörű, szerintem nagyon sok mindent elmond. Azt mondja, hogy az irgalmasság az szó, az isteni szó, amivel kinyilatkoztatja a Szent Háromság titkát, misztériumát. Aztán az irgalmasság tett, amivel a Jóisten elénk siet, nem sétál, nem bandukol, hanem elénk siet. Aztán harmadikként azt mondja, hogy az irgalmasság így lesz törvény, de nem egy írott törvény, aminek engedelmeskedni kell, hanem a szív törvénye, a szívbe írt törvény, és végül az irgalmasság út, ami összeköti az embert az Istennel, és elvezeti az embert arra reményre, hogy bármilyen legyek is az életem egy pillanatában, engem úgy is szeretnek. Ez a leszálló dinamikája, így nevezem én, ezt Ferenc pápa nem mondja, de ez a leszálló ága az irgalmasságnak, amikor az isteni irgalmasság lejön hozzánk, és azt hiszem, hogy az, ahogyan ebből megszületik a mi kis törékeny irgalmasságunk, az pont a fordított útja, hogy van egy út, egy személyes kapcsolatom, vagy minden szerzőnek, interjú alanynak egy személyes kapcsolata Istennel, vagy hogyha nem is Istennek nevezi, akkor mondhatjuk azt, hogy a nagybetű szeretettel, hiszen Isten a szeretet, olvassuk a Bibliában is. Ott van ez a személyes kapcsolat, ez a személyes út, amiből lesz a törvény az ember szívébe, a szeretet törvénye, ami nem is annyira törvény, mint egy tűz, ami ízlik, és aminek nem lehet ellenállni. Nem lehet nem lobogni. És hogyha ez megvan, akkor ebből lesz a tett, mint ahogy lett ezeknek az embereknek az életében. És hogyha már van tett, és ez a tett annyira átütő erejű, akkor vannak emberek, akik erre felfigyelnek, és megkérdezik, hogy hogyan teszed, miért teszed, mi a titkod. És így lesz szó belőle. Bizony, hogyan teszed, miért teszed, mi a titkod? Mi a titkuk ezeknek az embereknek? Egyáltalán van-e titkuk? Vagy maga a könyv olyan kapcsolatokkal, olyan megnyilvánulásokkal, olyan megélésekkel van tele, ami teljesen hétköznapi, bármelyikünk életében meg lehetne akár, ha talán egy kicsit jobban megnyitjuk a szívünket? Én azt hiszem, hogy hétköznapi titok, ha már így a számba adtad a szavakat. Titok, mert titkok vagyunk mindannyian. Tehát én azt hiszem, hogy akkor válunk irgalmatlanná és szeretet nélkülieké, amikor úgy tekintünk az embertársra vagy önmagunkra, hogy elfelejtjük ezt a misztérium jellegét, a titkát, elfelejtünk rácsodálkozni. Tehát misztérium, de hétköznapi misztérium, mert hétköznapi a szó legnemesebb értelmében hétköznapi emberek ezek az emberek, akik nem is próbálnak semmi szebbet mutatni, hanem elmondják azt, ahogy kudarcot vallanak, akár a házasságban, ahogy szükségük van egymás irgalmára, ahogy a szerzetesek is néha elbújnának egymás elől, de közösségre tették rá az életüket, és érzik az irgalmasságra való meghívást. Vagy az üzletasszony, aki megszólal ebben a könyvben, elmondja, hogy ő maga is feltette nem egyszer a kérdést önmagának. Van-e egyáltalán az üzleti világban irgalmasság? Van-e annak helye? És akkor érzi, hogy van, illetve kell, hogy legyen, helyet kell neki teremteni. Egészen hétköznapi dolgok, néha picit szokatlanok, néha picit rendkívüliek ezek a történetek, de mégis hétköznapiak, mert itt történtek köztünk. És én azt hiszem, hogy ennél sokkal, de sokkal több történik. Tehát, hogyha mindenkiről szeretnénk írni, akinek lenne mondani valója, akkor azt hiszem, egy könyvtárnyit lehetne, nem egy pici kötetnyit. Emögött mégis nem csak a segítő nővér nyitott szíve és lelkülete áll, hanem a szerkesztőjé is, hisz mindkettőre igencsak szükségű volt most ahhoz, hogy megjelenjen ez a könyv.
Igen, én azt hiszem, hogy a kettő segített is egymásnak, mert megfogalmazódott bennem szerkesztőként is a kérdés, hogy szerkesztőként mit tehetek az irgalmasság évében. Az egy dolog, hogy emberként mit teszek, szerzetesként mit próbálok tenni, de mit teszek szerkesztőként? És akkor rájöttem, hogy azt kell tennem, ami egyébként is a munkám, és amiért egyébként is vállalom ezt a hivatást, az, hogy felkeresni azokat az embereket, megkeresni azokat a helyzeteket, amelyekből sugárzik ez a szeretet, ahol visszasugárzik a tulajdonképpen egyetlen arca az irgalmasságnak, aki Jézus Krisztus, de visszasugárzik az ő irgalma emberek arcán. Őket megkeresni, és ahhoz egy picit segíteni, hogy a tettből szó is legyen. Nagyon sokszor az a hétköznapokban a kihívásunk, hogy a szavainkból tettek legyenek, hogy a szavainkat lefedjük a tettekkel. De jó, hogy vannak ilyen alkalmak is, amikor megvannak már a tettek, csak szavakká is kell formálni. Nem azért, hogy legyenek szavaink, és nem azért, hogy a szerkesztőnek legyen dolga, hanem azért, hogy a tűz, ami én hiszem, hogy ezekben a szavakban elrejtődött, mások szívében is fellángoljon, és érintődjék meg mindenki, aki olvassa, és mindenki szívében ez a tűz elkezdjen lobogni. És itt lehet, hogy már megint a segítőnővér is beszél. De a kettő elválaszthatatlan. Bara László plébános, mentálhigiénés szakember a kötetben néhány gondolatot osztott meg az irgalmasság évével kapcsolatban. Én az irgalmasság megéléséről kérdeztem, és arról, hogy lát-e pozitív változást a hétköznapi életben. Isten irgalmasságáról mindig beszéltünk, az ingyen szerető irgalmas Istenről. De most ebben a szent évben, az irgalmasság szent évében azt próbáljuk megélni, és hangsúlyt kapjon tulajdonképpen, hogy nekünk kell azt az irgalmasságot úgy megélnünk, mint Isten ajándékát. Mert isteni tett az irgalmasság. Ezért mondja a Szent Atya, hogy nagyon is figyeljünk Isten irgalmas arcára, magára, Jézus Krisztusra. Mert Jézus Krisztus emberré lett. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett engem, az embert is. És Jézus tudja nekem megmutatni a legjobban az Atya irgalmas arcát. És ő Jézus mit tett? Tanítókör útján. A hétköznapi emberekkel való találkozásban mutatta meg az Atyának az arcát. És azokban a gyönyörű példabeszédekben, és az egy picit elfelejtettük. És a Szent Atya erre hívja fel a figyelmet, hogy várjuk, hogy az egyház irgalmas legyen, a jó Isten. Nem, mi vagyunk az egyház, mi? Ott a hétköznapokban, a családtól elkezdve, a munkahelyemen, a társadalomban, a szociális szférában, mindenütt. Ott kell megéljem Isten irgalmas szeretetét. És ez jó, hogy most a Szent Atya erre felhívta a figyelmünket, hogy hangsúlyosan, hogy picit figyeljünk oda. Az Atya irgalmas arcát a te szemedbe, a te arcodba, ott szemléljem. Akik hozzám állnak a legközelebb, nap mint nap, és ez nagyon-nagyon fontos. Hogy mekkora fordulatot vett a Caritas ágazati igazgatójának életútja, a könyvbemutatón jelenlévők Ludeser László őszinte szavaiból megtudhatták, ahogy azt is, hogy a Caritasban azt szereti, hogy a hitet, a szeretetet, az elveket nagyon konkrét célokra fordítja le, ahogy ő fogalmazott, összeköti az eget a földdel. Igen, valamikor számítógép programozó voltam, ami a 90-es években az egy, már akkor is egy jó befutott szakma volt, és nagyon sok kollégám külföldre távozós programozóként dolgozott. Valahogy úgy éreztem, aki 6 évet csináltam, hogy ez nem erre születtem, hogy ez valami olyan pálya, ami nyugdíjba biztos nem szeretnék menni belőle. És már akkoriban is elég sokat mozogtam egyházi környezetben, egyetemileg, és így tovább. Éreztem, hogy
valami olyasmi kellene, ami az emberekhez kapcsolódik, ami egy cél, ami konkrét cél, tehát nem egy elvont, megfoghatatlan, és csak frázisok és szép összetett mondatok, már bocsánat, hogy ilyet mondok, és valami az, ami lemérhető, ami reális segítséged, és akkor jött a felismerés, hogy talán ez a szociális munka, és valaki nekem akkor egy épp szociális munkás lányi foglalkoztam, és ő mondta, hogy ez pont olyan, amilyen neked is hozzá passzol, mert szervezni kell emberekkel, és így tovább, sikerült megcsinálni. Tehát és egy ideig kaputójásként néztek rám az egyetemen, ahol 45-en voltunk, 90%-a hölgyek voltak, és én voltam az egyedül második egyetemista, vagy aki egy mérnöki pályáról a szociális szféra felé mozdult el. Hiszem azt, hogy ha van egy testi tartás, egy egyenes gerinc, egy következetes hozzáállás, egy összeszedettség, az kihat a lélekre is. Tehát nem lehet a kettőt elválasztani. És a fiataljainknak, gyermekeinknek ilyen típusú programokat ajánlunk, hogy bevonjuk egy önkéntes munkába, vagy valamilyen alternatív lehetőségeket ajánlunk fel. Tehát az a lelküket alakítjuk ezáltal, még akkor is, hogyha ők lehető legnagyobb, nem a legnagyobb szükségben szenvednek. A Juppi tábor fiatal szervezője önkéntes munkásként tapasztalta meg, hogy az irgalmasságnak milyen sokféle arca van. Egy véletlen folytán találtam rá egy cikkre, hogy volt egy ilyen tábor, és el voltam keseredve, hogy na, akkor erről lekéstem, de azt mondtam, hogy jövőre fogok jelentkezni. És mai napig nem bánom, és mai napig azt hiszem, hogy mindig tanulok valami újat, mindig kapok valami újat, és kihívás van benne, és nagyon-nagyon sok munka, de azt hiszem, hogy megéri. Diabéteses, onkológiás beteg és ízületi gyulladásos beteg gyerekeket táboroztatunk egy hétig, és azt hiszem, hogy a legnagyobb visszajelzés az mindig a gyerekektől van, és akkor érezzük igazán a munkánknak a gyümölcsét, amikor azt mondják a tábor végén, hogy alig várják már, hogy ők is önkéntesek legyenek, és segítsenek hasonló helyzetben levő gyerekeknek. Van bennem egyfajta elköteleződés, ugyanakkor a segíteni akarás, és nagyon-nagyon sok lelkesedés, szeretet, öröm, és ez az, ami engem még itt tart, és nagyon remélem, hogy sokáig itt fog tartani ebbe a munkába. A Csog házaspár együtt írt az irgalmasságról a kötetben, segítségükkel, illetve az ő gondolatmenetüket követve magától értetődővé vált az irgalmasság jelenléte a családi életben. Mindnyájunk családi életében. De nincs két egyforma házaspár, és talán ami mégis közös mindannyiunkban, az az, hogy a házasság szentsége az számunkra nem csak az, hogy ketten vagyunk, vagy legtöbbször egyedül vagyunk egy házasságban, egy ilyen szövetségben, hanem hárman vagyunk jelen ebben a szövetségben, és én is vagyok fáradt, én is vagyok kimerült, de van rá lehetőség, hogy erőt meríteni. A harmadik személy pedig nem más. Mint Isten, és tényleg ezt tapasztaljuk, hogy mihelyt vele rendben vagyunk, és jó a kapcsolat vele, sokkal könnyebb egymással is irgalmasan, szeretetteljesen bánni. Mihelyt picit mozdul a dolog, vagy elcsúszik, sokkal nehezebb. Tehát érezhető sokszor, hogy ez nem az én ügyességem, nem az én személyes képességeimen múlik, hogy hogyan működik és hogyan tudok éppen Árpival szeretetteljes lenni, hanem nagyon sokszor abból forrásozik, hogy tényleg van egy Istenem, akitől én is kapok, és akkor így már jóval könnyebb adni. Még azt hozzátenném, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy Isten az csak a maximum a családi imában merül ki, de mi tényleg tapasztaltuk, hogy Szent Pál által említett test, lélek és szellem mindhárom szintjén
ott tud lenni úgy az imáinkban, mind a közös agyalásainkban, mind pedig egy más érintésében ott tud lenni, és ez számunkra az egyik legnagyobb öröm. Az irgalmasság lelki cselekedetei. A bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni. Avilai Szent Teréz gondolataival köszönök el önöktől, Krisztusnak nincs más teste most itt a földön, csak a tied. Nincs más keze, nincs más lába, csak a te lábad. A te szemeden keresztül keresi, kint gyakoroljon irgalmat, a te lábaddal jár kell, hogy jó cselekedjék. A te kezed, amellyel másokat megáld. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, találkozunk egy hét múlva, egy új témával várom önöket, itt az Erdélyi Magyar Televízióban, a megszokott időpontban vasárnap délután 17:30-kor. Viszontlátásra!